Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mire jó a gyömbér, illetve mikor és hogyan ajánlott gyömbért fogyasztani. Szeretettel köszöntök mindenkit! A gyömbér jótékony hatásait több ezer éve élvezi az ember, a hagyományos kínai gyógyászatban és az indiai ajurvédában is fontos szerepet tölt be a betegségek kezelésében. Több mint 100 különböző polifenol antioxidáns vegyületet tartalmaz, és sokoldalúan használhatjuk. Hámozzuk meg, majd reszeljük le, és adjuk hozzá salátákhoz, keverjük limonádéba, zöldség- és gyümölcsturmixokba, hozzáadhatjuk a reszelt gyömbért teákhoz, illetve készíthetünk gyömbért teát is. Forraljunk fel 1 liter vizet egy nagyobb adag reszelt gyömbérrel együtt, majd a forrás után lassú tűzön 20-25 percig főzzük még tovább. Főzhetünk a gyömbérrel együtt zöld teát, kamillát, mentát vagy más gyógynövényeket is. Ha elkészült a tea, vegyük le a tűzről és szűrjük le, majd hagyjuk 5-10 percet hűlni, ezután adjunk hozzá egy kevés citromlevet és mézzel vagy stéviával édesítsük. A gyömbér először is nagyon jó mindenféle gyomorpanaszra, hányingerre, gyomorfájdalmakra, refluxra, puffadásra, vagy ha például a zsírosabb ételeket nehezen tudjuk emészteni. Ez a hatása elsősorban amiatt van, mert a májat több epesav termelésére serkenti, több epesav kerül át a májból az epehólyagba, ez ugye azoknak is hasznos, akiknek eltávolították az epéjét, így sokkal koncentráltabb lesz az epesav, tehát hatékonyabban fejtheti ki a hatásait. Ha kellően koncentrált az epesav, tehát van elegendő epesavunk, a zsírban oldódó vegyületekből, vitaminokból több fog felszívódni, illetve könnyebben fog a vékony bélen áthaladni az étel. A gyömbér gyomorra, belekre és májra kifejtett pozitív hatásait fokozhatjuk betain-hidrokloriddal, emésztőenzimekkel, almaecettel, mentával, például mentateával, édesköménnyel és ánizzsal. A gyömbér nagyon jó gyulladáscsökkentő, egyrészt használhatjuk az emésztőrendszer gyulladásaira, de általánosan a test különböző részén a gyulladások csökkentéséhez. Érdemes napi szinten többször fogyasztani a bérrendszeri gyulladások elleni terápia részeként. Bérrendszeri gyulladásokra jó a gyömbért együtt alkalmazni húsleveslével, vagy a kollagénnel, az L-glutaminnal, a bogyós gyümölcsökkel és gyümölcslevekkel, a virágporral és a mikroalgákkal. A gyömbér bevitelével mérsékelhetők a menstruációs fájdalmak is, fitonutriens vegyületei természetes úton csökkentik a fájdalmat, illetve a görcsöket. A menstruációs fájdalmakért az ösztrogén hormon hatására termelődő prostaglandin vegyületek a felelősek, a fájdalomcsillapító gyógyszerek ezeket gátolják, a gyömbér hatóanyaga is majdnem olyan hatásosak a prostaglandinok gátlásában, mint a gyógyszerek, és ami nem elhanyagolható mellékhatások nélkül. A legjobb hatások elérése érdekében mindjárt a menstruáció megkezdése előtt kezdjük el fogyasztani. Más jellegű fájdalmakra is használhatjuk, például ízületi fájdalmak és izomfájdalmak esetén is hasznos lehet. A gyömbérnek vércukorszint csökkentő hatásai is ismertek, így ajánlható a rendszeres fogyasztás a cukorbetegeknek, illetve a prediabétesz állapotában lévőknek. A gyömbérben lévő gingerolloknak vérkeringés javító, illetve test hőmérséklet növelő hatása van. Ez jobb zsírégetés jelent, tehát a fogyókúra alatt hasznos a gyömbér, illetve a jobb vérkeringés következménye, hogy több hasznos tápanyag jut el a sejtekhez. Jó ötlet tehát napi szinten gyömbért fogyasztani az olyan rossz vérkeringéssel járó állapotoknál, mint a vénáspongás és a viszerek. A gyömbéres stéviával édesített limonádé fogyasztható a bőjt alatt, nem szakítja meg a bőjtöt, kifejezetten jó hatása van a bőjt alatt, például csökkenhet a hatására az étvágyunk. A gyömbér kivonatai jelen vannak különböző kapszulázott készítményekben is, a mannavita termékek esetén bekerült a májtámogató Hepadexbe, az emésztésjavító Enzima Pluszba, illetve az almaecet kapszula is tartalmaz gyömbérkivonatot. A gyömbér rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük a fertőző, vírusos, gombás, bakteriális jellegű betegségek kialakulásának esélyeit, a megfázás, a nátha lehetőségét, azaz általános immunerősítőként is bevethető.
Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a gyömbérről, kedveld, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!